Dávid, én már nem akarok veled többet dolgozni. De miért? Mert sajnos az utóbbi időben bejött egy harmadik barát, ami nélkül nem tudsz már meglenni. Mi van? Ez a harmadik barát pedig nem más, mint az a mainstream hip-hop albumok. Sziasztok, Simon Dávid vagyok, a hip-hop beefekre éhező első magyar zenemegfejtő, és ezen a héten beszélünk egy kicsit Curtis legfrissebb EP-jéről, a legismertebb senkiről. Curtis Zsivány újpesti focistából lett Zsivány rapper, valószínűleg elég sokan hallottatok már a mostani botrányairól, ezzel volt el a média, ezzel most nem is untatnál titeket, arra ott van a Velvet. Azt viszont lehet, hogy kevesebben tudjátok, hogy mielőtt összeállt Majkával pop-rap slágereket gyártani, ő egy elég komoly gangster rap pernek indult, a régi számait nagyon imádtam, a keresztapa stílus, meg ha fel kell a napot, szerintem Gangsta Zoli óta nincsen a mai trendeknek megfelelő úgynevezett rapstar. Számomra, ha valakire azt mondom, hogy rapstar, akkor a következő attribútumoknak kell, hogy megfeleljen, legyen egy nagyon laza flow, legyen egy ilyen pofátlanul beképzelt, nagyon magabiztos személyiség, legyenek ilyen irreális szövegek, irreális csajozás, irreális drogozás. Na most ezek mellett még kell szerintem, hogy egy olyan termék legyen maga az ember, aki a médiában is valamilyen szinten eladható, meg vállalható. Na most szerintem Curtis abszolút mindegyik részbe pipa volt. Hello, Mr. Basta. Ezek mellett még 2015-ben megjelentetett egy eléggé ütős, eléggé tökös rap albumot, a Rap Biblia címmel, ami szerintem pont jókor érkezett, ugyanis ebben az időben kezdtek betörni a mainstream zenében ezek a pop rapperek, akik csak azt lehetett hallani, hogy éppen hogy szakítottak a csajukkal, meg hogy törték darabokkal a szívüket, és ebben a környezetben egy eléggé üdítő színfolt volt ez a Rap Biblia, ami tényleg kőkemény, veretős gangster hip-hop volt. Ezek után 4 évnyi szünet, vagyis 4 évnyi slágergyártás jött Curtis pályafutásába, amit Majkával közösen csináltak, igazából Majka mögött, vagy Majka mellett. Megmondom őszintén, hogy ha bár óriásiakat robbantak a számok, Curtisnek ezek a verzei, ezek ilyen közepesek voltak, abszolút nem tudnék egyikükbe se idézni. Ezért is örültem a hírnek, amikor olvastam, hogy a botrányok, illetve az elvona után új anyaggal fog jelentkezni 2019-ben. Ez nem egy nagy lemez lett, ez csak egy 4 számos EP, és kicsit így már így dörzsöltem a tenyeremet, mert abban reménykedtem, lehet egy kicsit naivan, hogy azok után, amit így a Majkával csináltak itt a médiában, várható valamilyen beszólás, valami olyan szám, vagy akár egy-egy sor, ami direktbe Majkának szól, de sajnos csak ilyen majkás flow-kkal találkoztam, illetve egy pár ilyen majkaszerű ilyen adlibet találtam, hogy hallottam a számokba, de hogy így direktben a Majkának sajnos semmilyen szöveg nem szólt szerintem. Max addig merészkedett Curtis, hogy egy-egy ilyen ti vagytok a fékek, én vagyok a real szövegeket tolt, de ezt abszolút nem direktben semmilyen névhez nem lehetett kötni, ezt csak úgy önmagába az egész világra tolta. Így most már nincs más hátra, hogyha itt béke van, akkor léci valaki Krúbinak most már csináljon egy diss-tracket, ugyanis mostanában az ő számaiban az elég konkrétan egyes előadóknak beszólogat, így szerintem ezzel egy kicsit fel lehetne kavarni ezt a mai hip-hop teljesen langyos állóvizet. Az EP a legismertebb senki címadó számmal kezdődik, nagyon király a beat, igazából az egész EP-n nagyon jók a beatek, ezért a pacsi az összes producernek, de bárcsak ne azzal a rímmel kezdődne az egész szám, hogy tudom, hogy manapság mindenki nagy G, de csak annyira vagytok lélek, mint tapsi-hapsi. Ez teljesen abszolút így kizökkent mindenből, és szerintem baromira rosszul hangzik. Utána egyébként nem rossz a szám, beindulnak a rímek is, de egy kicsit én úgy éreztem, hogy döcög a gépezet, és igazából csak a Rap Biblia című albumnak tudok visszautalni, ott az ugyanilyen számok, az ugyanilyen ilyen beszólogatós, kicsit ilyen én vagyok a királyabb számok, azok ott valamiért jobban egybe voltak. Apropó Rap Biblia, ott is van egy szám, ahol elhangzik, meg ebben a számban is elhangzik az, hogy a Curtis nagyon-nagyon mondogatja, hogy ő aztán nem vett nézettséget. Ezt igazából nem igazán értem, hogy ezt miért kell ennyire hangsúlyozni. Ez kb. Olyan, mintha én minden második videóban hangsúlyoznám nektek, hogy hát pedig én nem vettem Instagram követőket. A másik számon nem maradok padlón, ez volt az első track, amit hallhattunk az EP-ről. Ennek egy videoklipje is készült, itt is jelzi a Curtis, hogy én még itt vagyok, nem tűntem el, még mindig real vagyok. Ettől függetlenül ez a szám is működik, meg tetszik is, csak
Könyörgöm, miért kell megint az autotunt erőltetni? Ez nekem ez annyira így az egészből így kizökkent. Egy gangster rap számba, hogyha van autotun, az már önmagába számomra így teljesen értékelhetetlenné válik. Az utolsó utam című track tetszik nekem a legjobban. Ott nagyon-nagyon rendben van szerintem a beat is, a flow is. Plusz külön Pacsi Curtisnek, hogy felkarolta a Hybrid nevű nagyon true underground MC-t, és vele együtt nyomják le ezt a számot. Nagyon-nagyon jó volt őket hallani, nagyon jó volt igazából Curtis hallani megint valamilyen olyan MC társaságába, aki nem a Majka. Az utolsó szám pedig egy nagyon szép ballada, már ha lehet ilyet mondani egy rap számra. Ez valószínűleg a szerelmének lett írva, van benne éneklés is, egy kicsit komolyabb a content, és szerintem Curtisnek ez nagyon jól áll, most már ezek az érettebb számok, amikkel szerintem ő kicsit így ki tudna tűnni a tömegből. Srácok, nekem ez az EP, a dalomtapadás tökös MC-mentes kozmoszában 10/6. Én azt mondom, hogy abszolút korrekt volt, hallgatható, én is tudja, hogy fogom hallgatni, főleg nyáron, letolt ablaknál, autóvezetés közben, habár jobban örültem volna egy full albumnak. Nem tudom, ez a mai trend, ez igazából honnan jött, vagy miért van az, hogy az előadók, azok már csak egy-egy singlet jelentetnek meg, vagy maximum egy EP-t. Nagyon-nagyon örülnék egy Rap Biblia 2 az Új Testamentumnak. Jövő héten találkozunk, srácok, addig is szokásosan iratkozzatok fel a csatornára, illetve nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett a videó. Tudjátok, van Instagramunk, van Facebookunk, azt is kövessétek nyugodtan be, és az előző videónkat meg itt találjátok. Ezen a héten egy nagyon király gangsterrap stílusban mozgó Spotify playlistet csináltam, azt is mindenképpen hallgassátok meg. Én Simon Dide voltam, Curtis, a legismertebb senki, 2019, az elpocsékolt tehetség az pont olyan, mint a halál. Peace!